Hagyományszerűen megemlékeztek idén is Szent Márton püspökről és a köré felépülő ünnepségről a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Már a nap első felében sokat tanulhattak a püspök életéről és tetteiről, ami délután tovább folytatódott. A sportcsarnokban Juhász Tiborné igazgatóhelyettes köszöntötte a diákokat a sportvetélkedő alkalmából, amiben közreműködött Horváth Gábor és Ulay Attila az intézmény tanárai. Az alsó tagozatos gyerekek a mártonnapi tematikához illeszkedő különböző ügyességi versenyeken mérhették össze magukat, amely során Ulay Attilától számos háttértörténetet ismerhettek meg az ünnepről. Így a játék közben tanulhattak a Szent Márton nap lényegéről, ami tükrözi az irgalmasság és segítés fontosságát, valamint az ünnep keresztény és társadalmi szempontból is hangsúlyos. Szent Márton egy 4. századi katolikus püspök és misszionárius volt, aki híressé vált önzetlen jótékonyságáról. Az egyik legismertebb története az, ahogyan megosztotta köpenyét egy hidegben reszkető koldussal, ezzel példát mutatva az emberségességre. A tanulók sorversenyeken teljesítettek, amely kihívásokból a tanáraik is ki tudták venni a részüket. A gyorsaságot igénylő feladatokban használniuk kellett többek között ugrálókötelet, tollasütőt és a jelképű szolgálóköpenyt is. Miközben az alsó tagozatosok versenyeztek, a tornacsarnok lelátója megtelt szurkolókkal, akik lelkesen bíztatták iskolás társaikat. Az iskola számára központi szerepet tölt be a diákok helyes értékeinek kialakítása és tudásuk játékos fejlesztése.